A Dereskei Boska István általános iskola minden év októberében több napos programsorozattal emlékezik meg az iskola névadójáról, a Boskai Napok keretein belül. A diákok szívesen vettek részt minden ehhez kapcsolódó eseményen, amelyek között sok olyan is szerepelt, ahol a sport és a mozgás játszotta a főszerepet. A hagyományokhoz szíven volt bocskai emlékfutás, és idén is felelevenedtek a születi szokások. A Boskai Napok megnyitóján diákok, pedagógusok osztályonként sorakoztak fel az udvaron, akiket elsőként Kovásné Katona Irma, az iskola igazgató helyettese köszöntött. A Bocskai Nap és Bocskai Projekt megnyitó ünnepségén kedves vendégeinket, tisztelt szülőket, iskolánk pedagógusait, dolgozóit és tanulóit. A fanfár után megvárjuk és köszöntjük a zászlókat, zászlóvonókat, illetve jelmezeseinket. Néhány éve már elmaradt sajnos erről az ünnepségről, hogy szép korabeli jelmezbe öltözzenek diákjaink, most néhányan újra beöltöztek. Őket fogadjuk most. Hogy az Úr 2019 esztendeje október havának 14. napján bocskai időszámítás alkalmaztatik. A felhívás kérdetését követően Derecske város összes terén, utcáin a korabeli jelmez szabályos viseletének minősítetik. Ezért kett hajnal első kakaszóig jelmezoldás miatt senki meg ne büntettessék. Kéretik továbbá, hogy Dereske vendégszerető lakói megkülönböztető figyelemmel fogadják bocskai fejedelmünk követeit, akik síppal, dobbal, nádi hegedűvel érkeztek hozzánk. Komoly megpróbáltatás vár minden bocskais diákra. Minden hajdú tanúbizottságot tehet bátorságáról, ügyességéről, leleményességéről. Holnap hajnali kakaszóra mindenki térjen meg békével, és ügyeljen a csendre és a rendre. Tűzre, vízre vigyázzatok, lakoljon a szeretet ti nálatok. Továbbá közhírét ejtetik, hogy a héten a vitézlő bocskai fejedelem nevét viselő oskola 6. évfolyamán bocskai napok rendeztetnek. A holnapi napra virradóra se maradjon senki ágyba, hiszen visszautazunk bocskai korába. Megösmerkedünk a hajdani viselettel, fegyverekkel, ételekkel, hajdúvitézekkel. Aki tehát ügyes, dolgos eszes serény, megmutathatja, milyen derék legény. Kedden reggel irány a nagykereki vár, ahol vár egy újabb akadály. Kívánunk ti nektek mindezen időtöltésekhez az jó egészséget, szorgalmat, vitézséget, meglehetős kedvet. Éljünk a jelenben a jövőnek építve, de soha ne feledjünk a múltból merítve. Kelt ez irat Mindszent Havának 14. napján a bocskai fejedelmünktől elnevezett oskolában. Felkérem Török Ferencet, 8. C-osztályos tanulót, a Diák Önkormányzat képviselőjét, ismertesse a Bocskai Napok programját.
hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük. Bocskai István. Jó napot kívánok, sziasztok! Diák Önkormányzat nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, tanárainkat, a megjelent szülőket és benneteket is, kedves diáktársaim. Ezúton szeretném ismertetni a Bocskai Nap programját. Az ünnepi köszöntő, a koszorúzás, valamint a kenyér átadás után az osztályok a kijelölt helyeken fogyaszthatják el a kenyeret. Ezt követő 3-30 perces tanítási óra 15 perces szünetekkel. A tanítási órák után 11 órától Bocskai emlékfutás következik, majd a legek versenye veszi kezdetét a felső tagozaton, melynek eredményhirdetése 13 órától lesz. Ez alatt az alsó tagozatos gyerekek pedig elfogyasztják ebédjüket. Délután 14 órától szüreti felvonulás indul a Lengyel utcáról, 15:30-ig minden vigadni vágyó táncházra várunk a Szováti utcára. A napot 16 órától az elsősök avatása zárja a Szováti úti iskola udvarán. Hasznos időtöltést, jó szórakozást kívánunk mindenkinek! Bocskai nap programjai közül nem maradhat el a Bocskairól készített dombormű koszorúzása sem. Felkérem Páróczi Gábor igazgatórat, tartsa meg koszorúzó beszédét. Kedves bocskai diákok, kedves kollégák, tisztelt vendégeink! Iskolánk 1973-ban, 46 évvel ezelőtt vette föl Bocskai István nevét. 1990 óta széles társadalmi támogatottsággal bocskai napokat szervezünk. Miért lehetünk büszkék a névadónkra? Ki volt Bocskai István? Több mint 400 évvel ezelőtt Bocskai István abban a korban élt, amikor Magyarország három részre szakadt. Édesapja, Bocskai György, Erdély egyik tekintélyes főura, ki hazugpártiasága miatt börtönbe került. Bocskai István 1557. január 1-én Kolozsvárot látta meg a napvilágot. Szülőháza Mátyás király szülőházától pár lépésnyire lévő épület. Felnemelkedvén követi családja hagyományos politikáját, mert szent meggyőződése, hogy a török uralom alól csak a nyugati kereszténység segítségével szabadulhat fel hazánk. Rudolf királynak az erdélyi ügyekben tanácsadója. Mikor azonban látja a tehetetlen király a magyar alkotmány megsemmisítésére, hazánk államiságának megszüntetésére tör, mikor látja, hogy a magyar földet az itt kószáló német katonaság dúlja, mikor látja, hogy a lelkiismereti szabadságot lábbal tiporják, s fegyveres erővel veszik el a kassai templomot a protestánsoktól, ott hagyja a király udvart, hazajön Bihari birtokaira, és azon töpreng, hogy miként segítsen a végpusztulás szélén álló nemzetén. Levelezni kezd Bethlen Gáborral, hogy a teendőkről kicseréljék gondolataikat. Levelei a német kapitány kezébe kerülnek, aki sereggel megy a lázadó Bocskai ellen. A német sereg jelentős részét a hajdúk alkotják, kiket főként a török űzött ki házaikból, tették őket földönfutókká. A hajdúk, hogy legyen miből megélniük, beállnak zsoldos katonának. Bocskai tudta, hogy a hajdúkat a szükség vitte a német seregbe. Titkon tárgyalást kezdett velük, hiszen ők is magyarok, kiknek a magyarság igazáért küzdők között van a helyük. Bocskai nem csalódott a hajdúkban, azok csatlakoztak hozzá. Segítségükkel Bocskai 1604. október 14-én Álmosnál megveri a kassai kapitány német hadait, és Bocskai diadallal bevonul Kassára. Felhívására, vallásszabadság és az alkotmány védelmére hozzácsatlakozik az egész tiszai vidék. 1605. februárjában az erdélyi, áprilisban Szerencsen a magyar rendek választják felséges fejedelmükké. A szerencsi országgyűlés kimondja a római katolikus és a protestáns vallások teljes egyenjogúságát. Bocskai zászlóira és pénzeire felkerül az Istenért és hazáért felírás, a csapatok jelszava lesz, ha Isten velünk, ki ellenünk. A hajdúk elfoglalják az egész országot a Dráváig, betörnek Ausztriába is.
A török szultán királyi koronát küld Bocskainak, amit a nagyvezér fényes ünnepség keretében tesz Bután Bocskai fejére. Bocskai azonnal leveszi a koronát, kijelenti, hogy ő nem a királyi koronáért fogott fegyvert, s a koronát, mint a barátság jelét fogadja el. Kálvinista puritán lelke önzetlensége talán ekkor ragyogott a legfényesebb tisztaságában. Bocskai kész volt bármely percben kibékülni Rudolf királlyal, ha az alkotmányt, a vallásszabadságot biztosítja. Amikor az udvar a kibékülésre megteszi az első lépéseket, Bocskai visszaadja Rudolfnak egész Magyarországot. Megszületik a bécsi béke, melyben biztosítják az önálló erdélyi fejedelemség fenntartását, a protestánsok vallásszabadságát és a magyar törvényeknek a Habsburgok által való megtartását. Bocskainak, ha a nemzet életét meg akarta menteni, meg kellett alkudnia a helyzettel, ami az erőviszonyok ismeretében realitás volt. Békét kötött hát mind a két ellenséggel. Bocskai szabadságharcának diadalra segítői a hajduk voltak, s hogy a nemzet háláját velük szemben lerója, földet, állandó lakóhelyet adott részükre. A hajduk letelepítése Bocskai államférfiúi bölcsességét igazolja, mert ezáltal a hontalan, üldözött, jogfosztott magyarjaiból örökre hűséges fiakat teremtett a magyar hazának. Mik voltak a hajduk legfőbb értékei? Szabadság, önrendelkezés, hűség. A hajdú ősök megszolgáltak a jogokért. Nagy művének befejezése után Bocskai nem sokáig élt. 1606. december 29-én meghalt. Holttestét az egész ország gyásza mellett vitték Gyulafehérvárra, az erdélyi fejedelmek temetkezési helyére. Utóda nem maradt, hiszen feleségét már 2 évvel halál előtt elvesztette. Bocskaival kihalt családjának Kismarjai ága. Bocskai a magyar alkotmánynak, a vallásszabadságnak legelső védelmezője volt a Habsburg családdal szemben, a hajdúságnak pedig honszerzője. Bocskai István fejedelem időrendileg az első magyar szabadsághős. Nem csak nagy katona és bölcs politikus, hanem a legnagyobb magyarok egyike, aki diplomáciai rangra emelte a magyar nyelvet, s ki írásaiban még az idegen szó használatot is kerültet. A vallásszabadságnak, az alkotmányos életnek az atyamestere. A névadó kötelez bennünket a magyar és magyar közti összetartásra, törvényeink és szokásaink megtartására. A Bocskai iskolára valamennyien büszkék lehetünk. Mi befogadók és barátságosak vagyunk. Nekünk ez az iskola a legszebb, a mi iskolánk. Az iskola zászlaján áll a jelmondat. Oltalmaznunk kell régió hírünket, nevünket. Úgy érzem, hogy a mai Bocskai diákok emelt fővel, tiszta lelkiismerettel nézhetnek az elődeik szemébe, mert nem csak védik, hanem gyarapítják is a 89 éves iskola jó hírét. Köszönöm a figyelmet. Köszönhúzás következik. Megkérem az intézmények képviselőit, fáradjanak be jelmezesek után az iskola épületébe, és helyezzék el megemlékezés virágát a dombornőnél. Felkérem a Derecskei Református Egyházközség képviselőit, helyezzék el hosszú út a dombornőnél. Thank you.
A koszorúzás után folytatódtak a programok kint az udvaron, volt néptánc bemutató, és a szokásokhoz szíven osztályonként a diákonkormányzat képviselő is átvették a bocskai napi cipót. Megkérem a diák önkormányzat képviselőit, osztályonként ugye ők külön álltak már, hogy vegyék át a képviselő öltözött lányoktól a kenyeret, amely aztán, mint hogy elhangzott a megnyitó beszédben is, a kijelölt tantermekben fogyaszthatnak el. Igen. Jöhet akkor az első évfolyam, első A, B, C. És akkor elégség ki a kettőnek. Jó, jó lenne. Második évfolyam, ások a rózsaszín felsős kislányhoz, B-sek. Fekete, kabátoshoz, így akkor egyszerűbb lesz. Fekete mellényes volt B-sek, és akkor B-sek pedig ilyen szélre. Tehát így helyezkedjetek el gyerekeknek, különben az ásoknak, B-seknek és C-seknek, B-seknek. Harmadikosok következnek, harmadik ásokat kérem. Következik. Kedves elsősök, kedves szülők, kedves kollégák, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az elsősök avatásán. Ez az iskola 89 évvel ezelőtt nyílt meg. 89 év alatt nagyon sokan jártak ebbe az iskolába, és 1973-ban úgy döntöttek, hogy fölveszik Bocskai István nevét. Ez egy nagyon jó döntés volt. Ma reggel már méltattam e helyen, a bocskai napok megnyitóján bocskai fejedelem tevékenységét. 1990-ben döntött úgy a nevelőtestület, egyetértve a szülőkkel, hogy minden évben a bocskai napok keretében, valamikor október 15-e körül megemlékeznek a névadóról. Így született meg a bocskai napok rendezvény sorozat ötlete, és az elmúlt évtizedekben nagyon sok érdekes, izgalmas programot valósítottunk meg közösen a tanulókkal, a szülőkkel, a kollégákkal. Ennek a Bocskai Napok rendezvénysorozatnak az egyik kiemelkedő színfoltja volt minden évben az elsősök avatása. Szívet melengető érzés volt látni a közel 100 gyereket, a boldog szülőket, nagyszülőket, akik körülbelül 6 héttel az iskola kezdés után örömmel látták, hogy milyen iskolások lettek a kisgyerekekből. Ebben az évben
Egy picit megszakad a hagyományunk, hiszen nem tudunk a művelési központ nagy termébe menni, mert ott felújítás kezdődött, és úgy gondoltuk, hogy itt az iskola udvarán fogunk első savatút csinálni. Természetesen nem minden fog ugyanúgy történni, mint a művelési ház nagy termébe, hiszen például a tanév elején már a gyerekek a jelvényt megkapták a 8. osztályosoktól. Én látom, hogy nagyon örültek akkor is és most is a jelvénynek, hiszen a legtöbb gyermeken látom, hogy viselik ezt a jelvényt, az összes tartozásunk jelképét. Kedves szülők, ma úgy gondolom, egy kis meglepetéssel készültek a gyerekek, majd utána pedig fogadalmat fognak tenni, és végleg a Bocska iskola diákjaivá fogadjuk őket. Akkor most következik az elsősök bevonulása, az első osztályosok Homoki Barnabásné és Varrónő Szőlősi Edit tanítónéni vezetésével, az első bések Kunné Gál Edit és Tótné Szegedi Ildikó tanítónéni vezetésével, az első cések Turányiné Balogh Beatrix és Nagy Renáta tanítónéni vezetésével, és az első dések Kisné Ruttersmit Téva és Hatházi Vera vezetésével fognak bevonulni, és azért is soroltam el a nevüket a kollégáknak, mert ehelyről is szeretném nekik megköszönni, hogy felkészítették a gyerekeket, hiszen nem titok, hogy az egész 8 éves iskolai pályafutás talán legnehezebb 6 hetén vannak túl a gyerekek, amikor mi úgy mondjuk szakszóval szocializálódtak, megszokták az iskolát, és én azt látom rajtuk, hogy tényleg sikeresen lépték át ezt az első akadályt. És akkor most következzenek az elsősök. Thank you.
Köszönjük szépen az első osztályosok műsorát, és jó volt itt állni, mert régen láttam ennyi sok mosolygós arcot, mint a kedves szülők, ahogy mosolyogtak, ez azt jelzi, hogy büszkék a gyerekeikre is. Joggal büszkék, mert nagyon-nagyon ügyesek voltak azok gyerekek, mi is nagyon büszkék vagyunk rátok. Nos gyerekek, eljött akkor az eskütétel ideje. Amikor azt mondom majd, hogy én, utána mondja mindenki a saját nevét, és akkor elkezdjük, jó? Én... A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója ígérem. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója ígérem. Hogy tanulásommal és magatartásommal iskolánk jó hírnevét gyarapítom. Iskolánk jó hírnevét gyarapítom. Tisztelettudó, becsületes munkámmal. Tisztelettudó, becsületes munkámmal. Örömet szerzek szüleimnek, nevelőimnek. Örömet szerzek szüleimnek, nevelőimnek. Köszönöm szépen, nagyon ügyesek voltatok. És most megkérem a 8. osztályosokat, hogy szerény ajándékkal kedveskedjenek az első osztályosok. Köszönöm szépen a 8. osztályosok közreműködését. Úgy látom, minden első osztályos gyerek megkapta az ajándékot. Nagyon szépen köszönöm a szülők jelenlétét, és még egyszer szeretném megköszönni, hogy a szülők bíztak bennünk, és gyermeküket a mi iskolánkba iratták. Remélem az első 6 hét meggyőzte önöket arról, hogy jó helyen vannak a gyerekek. Még egyszer köszönöm tanítónőnek a munkáját, és a további hónapokhoz is erőt, kitartást, egészséget kívánok. Ezzel a mai rendezvényünk befejeződött. Kérném szépen az első osztályosokat, hogy a tanítónőnek vezetésével vonuljanak el. Köszönöm szépen a jelenlétüket!